Schneider Tamást választotta elnöknek a Jobbik tisztújító kongresszus a hétvégén. 53 szavazattal nyerte meg a választást Torockai László előtt. Ezzel folytatjuk. Nagyszerű hangulat lesz a kongresszuson. És lesz percszakadás? Nem. Biztos ebben? Nem. Sorra érkeztek a küldöttek a Jobbik tisztújító közgyűlésére, ahol elnököt, elnökhelyettest és alelnököket választottak. Az elnöki tisztségért Torockai László és Schneider Tamás indult. Az eredmény nagyon szoros lett. Az elnök mától Schneider Tamás, aki lényegében 54%-át szerezte meg a szavazatoknak, Torockai László pedig 46%-ot kapott. Számszakilag 298-an voksoltak Schneider Tamásra, és 256-an Torockai Lászlóra. A csalódott választmányi tagok közül sokan elhagyták a rendezvényt az elnökválasztás után. Nem lett elnök helyettes Dúró Dóra sem, aki Torockait támogatta. A Jobbik volt alelnöke távozóban azt mondta, alszik még néhányat arra, hogy kilépe a pártból, de azoknak az embereknek nem engedheti el a kezét, akik bíztak benne. És hát a vendégem az a Torockai László, aki egy hajszállal maradt el. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Kijavította a bejátszás, nem 51 néhány, hanem 42 szavazat volt. Sokan felháborodtak, és sokan emlegettek csalást. Történt csalás ön szerint? Én azt gondolom, hogy a kongresszusi szavazás során egyébként semmiféle csalás nem történt, hiszen a szavazatszámlálók között olyanok is voltak, akik engem támogattak, és ezt nem is titkolták, de nem voltak egyenlőek a feltételek az elnökválasztási kampányban, ezt ugye én elmondtam már korábban is, de hagyj mondjak előtte valami unortodox dolgot. Önök tudják a legjobban, hogy milyen sokszor kerestek az elmúlt időszakban, én nem láttam ezt az új stúdiót, mert visszautasítottam a meghívásokat, de hát az elmúlt napokban azt látom, hogy azok, akik a párton belül, ezek szerint az ellenfeleim, ők folyamatosan turnéznak az úgynevezett balliberális médiumokban, illetve Vona Gábor ma megosztotta a kongresszusi beszédét, amit ugye kizárólag a Jobbikhoz közeli N1 TV vehetett föl. Én kértem a saját kongresszusi beszédem kiadását, amit egyelőre még nem kaptam meg, tehát úgy érzem, hogy ez is mutatja ezt az egyenlőtlen küzdelmet, hiszen hogyha ők a HVG-nek, az RTL klubnak vagy bárkinek nyilatkozhatnak akár erről az elnökválasztási kampányról, akkor azt gondolom, hogy akkor nekem is kötelességem elfogadni az ilyen meghívásokat. Hát ez most úgy tűnik, igen, tehát ez kvázi úgy tűnik, főleg, hogy az elnökválasztási kampányban egy nagyon komoly lejárató hadjáratot indítottak ellenem. Ennek volt egy ilyen suttogó propaganda része, illetve volt internetes oldalak, Facebook csoportok működtetése. Többféle vád volt. Hívogatások többféle vád volt. Az egyik az volt, hogy én kvázi ilyen majdnem, hogy ilyen fideszes ügynök vagyok. Ehhez képest önök tudják a legjobban, hogy soha nem jöttem, nem fogadtam el a meghívásukat, és nem beszéltem, főleg nem a Jobbikról. De hát azt gondolom, hogy annyira egyenlőtlen most már a helyzet, hogy azért valahol nekem is el kell mondanom. És ha tegnap elmondtam az RTL klubnak, akkor most elmondom önöknek is. És egyébként örülnék neki, hogyha kialakulna egy ilyen helyzet Magyarországon, hogy politikusok elmehetnek különböző televíziókba anélkül, hogy rögtön valamilyen, nem tudom, stigmát vagy bélyeget süssenek, vagy ragasszanak rá. A legfrissebb hírek szerint nem is Facebookozhatnak hamarosan. Hát igen, ugye ez sújtja a legjobban, igen, és Novák elődött, és Dúró Dórát. Igen, ez nyilvánvalóan elsősorban nekem szóló üzenet volt már a kongresszuson is, ami ugye arról szólt, hogy itt mostantól kezdve majd jobban odafigyelnek arra, hogy ki hogy használja a Facebookot. Nyilván ez egy nagy fájdalom bizonyos embereknek, hogy van 130 ezer követőm a Facebook oldalon, és hát eljut a közvéleményhez, amit oda kiírok. Ehhez képest én az elmúlt kettő esztendőben elképesztően fegyelmezett katona voltam, és tartottam a sort annak ellenére, hogy azt gondolom, hogy ezért nagyon sok pofont kaptam az elmúlt két évben. Nagyon, tehát voltak itt ugye, egyrészt voltak ilyen alapszabály ellenesnek tűnő feloszlatások, éppen azokat az alapszervezeteket, akik esetleg önt támogatták volna. Nem volt ilyen. Nem volt ilyen. Ugye a székesfehérvári szervezet feloszlatása került a hírekbe. A székesfehérvári szervezet feloszlatása mögött nem tudom, hogy pontosan mi történt. Én nem voltam ott akkor, amikor az elnökség erről éppen döntött, de azt tudom, hogy akik újra alakították, azok szintén engem támogattak. Nem ezzel Mirko van a baj. Kocki Ádám azt mondta, hogy ő megszavazta ezt a...
Nem tudom, a septében módosított alapszabály az már inkább egy furcsa dolog volt. Én nem ehhez szoktam, tehát egy alulról szerveződő mozgalom, vagy akár mondjuk az ásotthalmi két polgármester választás alkalmával én semmi hasonló eszközzel nem éltem. Itt ugye először társelnöki rendszert szerettek volna, hogy ne Schneider Tamás és Jómagam mérkőzzünk meg csak úgy ketten, aztán arra köteleztek, hogy válasszak párt magamnak, ugye egy, akkor nem társelnök, hanem elnök helyettes személyében. Ez példátlan, azt gondolom, hogy nem sok ilyen párt van Európában, ahol pártelnököt csak úgy lehet választani, hogy párt kell hoznia magával. Ugye Duró Dóra volt az egyetlen a frakcióban, aki merte nyilvánosan is vállalni azt, hogy ő engem támogat, többen is támogattak a frakcióból, de önmagában az a tény, hogy ezt nyíltan nem vállalták fel, azt gondolom, hogy ez nem jó jel, és szerintem méltatlan ahhoz a közösséghez, ahová én is tartozom. Na, ön 46% támogatta önt. Az azt jelenti, hogy majdnem a párttagok, vagy a párttagságnak a fele ön mellett áll. Azt írta a Facebookon, hogy számára, az ön számára most ők a legfontosabbak, akik támogatják önt. Kérlelik, hogy alapítson új pártot? Nagyon sok megkeresést kaptam a szombati kongresszus óta. Szinte katarzis volt, ami a hétvégén történt, de ez most nem feltétlenül egy jó értelemben vett katarzis. Már a kongresszusi beszéden végén nagyon sokan fölálltak, és nagyon sokan buzdítottak, de hát a 46% az azt gondolom mindenkit meglepett, főleg úgy, hogy ahogy mondtam, nem voltak egyenlőek a feltételek. Lerövidítették a felszólalási idejét. Így 15 percben állapodtunk meg, az elnökségülésen végül 12 percet kaptam. Előttem Vona Gábor időkeret nélkül gyakorlatilag ellenem kampányolt, és ezt most ugye megosztotta a Facebook oldalon ezt a beszédét, miközben én nem kaptam meg a saját beszédemet, tehát egy abszolút úgy érzem, hogy és emiatt van bennem keserűség, nem azért, mert vesztettem, hiszen ez egy nagyon jó eredmény, ez a 46%. Nem kerülöm meg a kérdését, most elsősorban szeretném megírni a könyvemet, amit 2000, nem tudom, kb. 9 óta terveztem megírni, de nem volt rá időm, gyakorlatilag a tévé ostromtól ásott halom végvárig, akár a migráció története, akár a 2006-os története. Hogy nem érdekli már önt a radikális oldal. Van nekem most feladatom, könyvet írhatok, de a helyzet az, hogy nagyon sokan keresnek azzal, hogy új mozgalmat, új politikai pártot kellene csinálni. Én annak látom most egyébként a legnagyobb valószínűségét, hogy a Jobbikon belüli platform alakítás történhet meg akár a közeljövőben, hogy ehhez majd a pártvezetés szerint mit szól. Egy ilyen szivárvány színű Jobbik, ahol egymással mellett élnek a baloldaliak, a nemzeti radikálisok, az jobb, mint egy ideológiailag tiszta párt. Ez egy nemzeti néppárt. Ez egy nemzeti néppárt. Én nem gondolom, hogy Jómagam, aki a Jobbik történetének egyetlen 100%-os eredményét hozó politikusa vagyok, hiszen 100%-kal választottak újra ásotthalmon, nem hiszem, hogy nem vagyok néppárti, baloldaliak, jobboldaliak is szavaztak rám. Én szeretnék hinni abban, hogy lehet ezt úgy csinálni, hogy nem kell olyan nyilatkozatokat tennünk, mint akár Mirkóczki Ádám korábban, hogy 2010 előtt, amit mondtunk, az nem volt igaz. Tehát én szeretném azt mondani, hogy 2010 előtt, amit mondtunk, amit képviseltünk, amit én képviseltem, ugyanaz volt, amit most képviselek, tehát én a hazámat szeretném szolgálni. Az út az változhat, sőt tovább megyek. Mi, akik annak idején ezeket a mozgalmakat elindítottuk, amiből a Jobbik is sarjadt, mi a MIÉP ifjúsági tagozatában kezdtünk politizálni, aztán a MIÉP gyakorlatilag eltűnt, én már láttam pártokat jönni-menni, és elsősorban számomra az a közösség a fontos, akik jelen pillanatban úgy tűnik, hogy a Jobbik tagságának többsége egyébként támogat, hiszen a kongresszuson azért nagyon-nagyon sokan voltak olyanok, akik a pártból élnek. De a tagság soraiban azok vannak többségben, a több ezres tagság soraiban, akik a pártért élnek és áldoznak. Nem tart attól, hogy azzal fogják vádolni, hogy beáll a cica simogató irányzat mögé? Hát engem szerintem eddig sem vádoltak, ezután sem fognak ezzel vádolni. Nem áll most kimarkánsan, és nem mondja azt, hogy igen, az asztalra csapok, valamit tenni kell. Nézze, hát ha valaki asztalra csapott, akkor én asztalra csaptam. A Jobbik történetében ilyen kongresszus, ilyen izgalmas kongresszus még soha nem volt. Azt hiszem, hogy ezt nagyon kevesen merték volna végigcsinálni, amit én eddig végigcsináltam, de azért egy dolgot ne felejtsen el nekem, és ami ennél sokkal fontosabb, azoknak az embereknek, akik például most engem támogattak és támogatnak,
azoknak az embereknek, mindannyiunknak az életünk van ebben a politikai közösségben. Tehát ez azért többet ér annál, mint hogy én most sértődötten, ráadásul nem szeretném, hogy úgy tűnjön, hogy azért, mert nem választottak elnöknek, akkor már nem érdekel a Jobbik. Tehát nem erről van szó, de azért van bennem annyi felelősségtudat, hogy azért nem akarom ezt a közösséget még hagyni megszűnni, mert ha én most fölállok, akkor valószínűleg a tagság többsége velem jön. Tehát akkor onnantól kezdve marad a frakció, és akkor bajlódhatnak az adósságok kifizetésével, vagy akár az ÁSZ büntetés kifizetésével. Nem túl rózsás jövőt látok most. Van egy 600 milliós büntetés, igen. Egy új párt, tiszta ideológiai alapon megszabadulna ettől a balasztól. Nézze, ezt azokkal az emberekkel fogjuk eldönteni, akik most akár sok esetben kockázatot is fölvállalva, hiszen például azon a Facebookos oldalon, ami Vona Gábor nevét használja, éppen most, ahogy jöttem a stúdióba, láttam, hogy megjelent egy ilyen kép, hogy most jön a leszámolás a torockai fanoknak. Tehát azokra az emberekre gondolok, akik ott vannak a Jobbikban, én is ott vagyok a Jobbikban, bár én azt mondtam, hogy én ugye tisztséget nem fogok vállalni. Én rájuk gondolok, és fogok velük találkozni még ezen számít a héten. Számít retorzióra, pártvezetés részéről? Hát ami engem illet, semmiféle retorzió különösebben nem érdekel. Tehát a 2016-ban Vona Gábor könyörgött nekem, ugye hosszú beszélgetések után vállaltam, mert mindenki emlékszik még erre, hogy legyek a párt alelnöke. Azért emlékszünk akkor a migrációs krízisre, akkor azért jól jött a nevem. Aztán most kicsit úgy érzem, hogy mint egy ilyen zsebkendőmbe belefújták az órukat, aztán el kell dobni, csak tudja azért nekem 25 éven van a mögött, amit én tettem, és amit én dolgoztam itt a hazám szolgálatában. Tehát ez nem olyan egyszerű, hogy engem semmilyen retorzió nem érhet, hát legfeljebb kizárnak, és akkor mi van? Hát különösebben nem érdekel. Az etikai bizottság, megvárja, amíg kizárja. Etikai bizottság egyébként is elég érdekesen lett kommunikációs szállítva. Kommunikációs szempontból zicser lenne. De Torockai László nem megosztó személyiség, hanem mártír. Nézze, nem ez motivál. Tehát nem ez motivál, hogy én most azt mérlegeljem. Az motivál, hogy azok az emberek, akik bíznak bennem, azok mit akarnak. Az a fontos számomra. Kiről fog szólni a következő hetek? Ki lesz a vezetőnév? Novák Elő, Dúró Dóra, Torockai László? Nagyon gyors választ kérnek. Hát lehet, hogy Schneider Tamás, nem? Hát ő lett az elnök. Lehet, hogy ma Schneider Tamásról fognak szólni a hírek. Nyilván most nagy a figyelem rajtam, de azért mondtam, hogy végre megírom a TV-székház ostromának a valós történetét, arról is már mindenki beszél, csak én nem, aki azért elsősorban ott voltam. De azért az nem tűnik olyan fontosnak, mint a pártjövő. De azt is megírom, az elmúlt két évet is megírom akkor, de hát ezzel természetesen nem szeretnék nyilván kitérni a válaszadás alól. Eközben valószínűleg azért megszervezzük magunkat, de ahogy mondtam, most még első lépésként úgy érzem, hogy azért a Jobbikon belül meg kell próbálnunk azt bizonyítani, hogy igenis ez egy demokratikus párt. Torockai László, köszönöm, hogy eljött. Köszönöm.